Látványból nem volt hiány, izgalmas futamokat hozott a Magyar Lovas Szövetség Western Szakák országos bajnokságának 2014-es első fordulója. Köszöntöm nézőinket! Kapgolyokkal telt meg ismét a székesfehérvári Kunos lovasudvar. A tavalyi évhez képest annyiban fejlődtünk, hogy most már némi rutinnal állunk neki ennek a Western versenynek, hiszen tavalyi év volt az első, ami azt gondolom, hogy közönségsiker volt. Ebben az évben próbáltuk megőrizni a tavalyi év színvonalát, és hát olyan fejlesztéseket hajtottunk végre, ami a versenyzők, illetve a lovak elhelyezésének a körülményét javítja. Rekordszámú nevezés érkezett a Magyar Lovas Szövetség Western Szakág országos bajnokságának első fordulójára. Láttam új lovakat, hál' Istennek, úgyhogy a szakágba ismét a szakág gyerkeningésébe bekerült egy pár új ló. Láttam új trénert is, úgyhogy új tréner is bekerült. Ez nagyon örvendetes, mert növelte a létszámot, és növelte úgy néz ki a színvonalat is. Ugye az idei évben 81 új rajtengedélyvizsgáló van a szakákban, amit én nem is óriási, hanem én elképzelhetetlen eredménynek értékelek, mert ez körülbelül majdnem a duplája, tehát még egyszer annyi, mint az eddigi létszám. Az országos bajnokság nemzetközinek is mondható, hiszen a határon túlról is érkeztek szép számmal versenyzők. Külföldről is jönnek nagyon sokan, a mostani verseny is 10 lóval vannak itt, szlovákok, osztrákok, és azt nyilatkozták a tegnapi versenynap után, hogy olyan kellemes számukra a körülmény, a feltételek, hogy fogják hirdetni a saját lovas társadalmukba, a lengyelek felé, a csehek felé kiközvetítik ezt a lehetőséget, hogy ide érdemes eljönni, itt színvonalas versenyek vannak, minden feltétel kiválóan adva van. A szlovákok azért már nagyon régóta átjárnak ide hozzánk, hál' Istennek, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a szlovák lovasokkal, mi is átjárunk hozzájuk versenyre, Galántára, Rabusicére, ők is átjárnak hozzánk versenyre, és kölcsönösen úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat nagyon gyümölcsöző lehet. Elég sok pénzt áldoztak bele ebbe a sportágba, és talán egy árnyalatnyi van mondjuk kettingba is, és réningbe is előttünk járnak. Több pénzt fektettek egyelőre ebbe a sportágba, a létesítményben egy picit előttünk vannak, de hát igyekszünk, hogy ezt a hátrányunkat behozzuk. A Western Szövetség büszke arra, hogy évről évre többen érkeznek a versenyre, és az utánpótlás kérdése is biztosnak látszik. Rengeteg fiatal van, ugye az előbb láthattuk itt, hogy pöttöm gyerekek, 8-9-10 évesek egyedül bemennek az arénába, lovagolnak, és szépen, ügyesen, tehát őbennük van a reményünk, és nagyon figyelünk arra, hogy őket lehetőségekhez juttassuk. Olyan versenyszámokat írunk ki, amikbe ők meg tudnak jelenni, be tudják magukat mutatni, sikereket érnek el. Én remélem, hogy ezek a fiatalok bejönnek a sportba. A rajtengedő vizsgázóknak olyan 80% az kifejezetten gyerek és fiatalkorú, tehát ez nekünk nagyon nagy öröm, mert ugye ez volt az egyik fő célunk, hogy bevonjunk még több fiatalt ebbe a sportba, hogy növekedjünk egy kicsit. Ebben az évben szeretnénk a fiatalok számára tartani felkészülő kurzust. Ez azt jelenti, hogy azok a lovasok, akik fiatalkorú és ifjúsági versenyzők, ezeknek a részvétel ingyenes lesz ezeken a kurzusokon. Ezt szakági pénzből finanszírozzuk, azért, hogy a versenyszínvonal emelkedjen, és azt gondolom, hogy ez még egy előrelépés lesz itt a fiatalok versenyzésében és a bejövetelében a sportban. Nagyon sok munka rejlik egy-egy országos bajnokság szervezésében és lebonyolításában, de ezért a hangulatért és az élményért megéri dolgozni, vélik a szervezők, de a szponzorok is egyre több segítséget nyújtanak. Mi vette rá a Hollandot arra, hogy szponzorálja, támogassa a magyarországi Western lovaglást? A Holland Kft. Az mindig is fontosnak tartotta, hogy egy új induló sportágakat támogasson. Ilyen megkeresés arról szólt, hogy biztosítsunk borjakat ehhez a szép versenyszámokhoz. Ugye, mint Magyarország talán egyik meghatározó állatkereskedője, ez részünkre nem okozott nehézséget, és reméljük, hogy ez a sportág szépen fejlődik. Remélem, hogy ezzel hozzá tudtunk járulni valamelyest ehhez a dologhoz. A társaim nevében, a magyarországi Western lovasok nevében nagyon szeretném ezt megköszönni, ezt a hatalmas segítséget, amit nyújtanak a Western sport, azon belül is a karting lovaglásnak az előmozdítására. Kelet-Európában ez a sportág egy picit
háttérben van, illetve nagyon, nagyon az elején tart még a fejlődésnek. Amerikában tudni kell, hogy ez a sport körülbelül annyi pénzt vonz be, mint a tenisz vagy a kosárlabda. A kétnapos verseny izgalmas futamokat nyújtott a nézőknek is. Az életkor nem akadály, a veszternesek úgy vélik, ez egy életérzés, aki belekóstol, az a rabja lesz. Nem csak a magyarok tudják, hogy hordókerülésben Dörnyei Regina legyőzhetetlen. Szerencsére a lovardánkban készen lett a fedeles, úgyhogy nagyon jól fel tudtunk készülni. És a lovam is nagyon-nagyon vidáman futott, mind Olaszországban az EB-n és itt Magyarországon is. A lovasnak összhangot kell teremtenie lovával. A felkészülésnek, mint minden sportágban, itt is óriási szerepe van. Ugye a tavalyi versenyszezon óta próbáltuk egy kicsit a felkészülésünket magasabb szintre helyezni, úgyhogy olyan dolgokat kipróbáltunk, amit évközben nem próbáltunk, nem mertünk kipróbálni, mert csak összezavart volna bennünket a lovat is, meg engem is. Viszont itt volt egy hosszabb időszak, ahol tudtunk készülni, és ezeket be tudtuk építeni a tréningjeinkbe, és úgy érzem, hogy talán látszik is, hogy tudtunk előrébb lépni. A versenyzőknek jól sikerült a felkészítés és a felkészülés. Én úgy látom, hogy léptünk előre egyet a tavalyi évhez képest. Szerintem ez előbb-utóbb meg fog mutatkozni nemzetközi eredményekben is. Úgy érzem, hogy jól indítottuk ezt a versenyszezont, nyilván még van mind dolgozni és fejleszteni, de hát előttünk még az idei év. Hát az eddigi évek folyamán is az élmezőnyben versenyeztünk, ezt a versenyt is sikerült megnyerni. Én úgy érzem, hogy a mostani teljesítménye is hozta az ő általános képességeit. Nekem is még több versenyrutint kell szerezni, és még több szituációba kell magamat kipróbálni. Abszolút van még mit fejlődnöm, és hát úgy érzem, hogy fiatal lovas vagyok még, úgyhogy bőven van mit tanulnom. Minden ló gyakorolhatja a western lovaglást, de nem mindegyik rendelkezik megfelelő vérmérséklettel és tulajdonságokkal a western stílusú versenyekhez. Hát azt gondolom, hogy nekem a lovammal egy nagyon-nagyon nagy szerencsém van, mert nekem meggyőződésem, hogy egy klasszis ló került hozzám, amivel igazából annyi a dolgom, hogy ne roncsom el. Tehát nekem nagyon-nagyon sok mindent elnéz. Ugye egy olyan lovasnak, akinek ez az első lova, és ezen tanul úgymond western lovagolni, annak nagyon sok hibája van. És ez a ló ezt nekem mind elnézés megbocsátja, úgyhogy ez nekem nagyon nagy könnyebbség, meg szerencsém. A western szakág minőségi helyszínen színvonalas versenyt szervezett. Beszélt róla a szakág vezetője, hogy szereztünk szponzorokat, és nagyon köszönjük még egyszer nekik a segítséget, és emiatt ugye tudtunk egyéb anyagi eszközöket átcsoportosítani, és így azokat a régen hiányolt beruházásokat megvalósítottuk, vagyis egy részét, ami kellett. Van egy digitális kivetítőnk, ugye itt a versenyen, ahol minden adatot meg tudunk jeleníteni azonnal, és ez nagyon nagy segítség ugye a nézőknek követni a versenyt. Akkor a Balasport támogatásával ugye van egy élő közvetítésünk, aminek már tegnap este hallottam a visszajelzéseit. Online rengetegen nézik a versenyt azok is, akik az eső miatt távol maradtak. Ez is egy nagyon jó dolog. Ezen kívül egy új pályahúzó berendezést próbálunk legyártani, ami ugye a pályaminőség miatt nekünk nagyon fontos. Ez eredeti nem volt lehetőség a szakákban, és hát van még egy, igazából ez az alapvető változtatás, egy új szoftver nevezési rendszerünk, ami minden adatot kezel, és innentől kezdve online lehet majd nevezni a versenyekre, ami nekünk egy nagy könnyebbség, és a lovasoknak is. Tehát azt gondolom, hogy van dolog, amit csináltunk, én azt gondolom, hogy van még, amit tennünk kell, de jó irányba haladunk. A nemzetközi bíró is pozitív fejlődés lát a magyar csapaton. I see the team last year. It was better than... Tavaly láttam a magyar csapatot, jók voltak. Idén még jobbak, nagyon-nagyon sok edzéssel még tovább fejlődhetnek, és akár a Közép-Európa kupán dobogós helyet is elérhetnek. Szeretnénk ugye újra részt venni a Közép-Európa kupán, ugye idén nem mi rendezzük, Csehországban lesz, és nagyon nagy szerencsénk van, mert Wolfgang Schmidtet, aki most itt a főbíró a versenyen, megnyertük a magyar csapat szövetségi kapitányának erre a versenyre, ami nekünk egy nagy szerencse, hiszen neki sok évtizedes tapasztalata van ebben a sportban, plusz magát az adminisztratív részét is nagyon jól intézi, és ő maga ugye bíró és ilyen versenyszervező képesítéssel rendelkezik. 'Cause he left a hole in my heart.
hold in a promise, a hold on the side of my bed. Oh, but now that he's gone, well, life carries on and I miss him like a hole in the head. Sometimes you can't change. Rövid szünet után folytatjuk magazin műsorunkat, és az országos bajnokság versenyszámaiba nyújtunk bepillantást. Kitűnő hangulat, stílus, látvány és izgalom, ezt ígérik a Western szakág országos bajnokság fordulói. Tekintsünk be a kétnapos rendezvényen készült közvetítésekbe. És elkezdi a gyakorlatot a versenyző. Ugye elsőként meg kell bontania a csordát, a bojt. Ezen első mozzanatok arról szólnak, hogy egy nagyobb viszonylag nagyobb létszámú kis csapatot kiszakít, erre utal a versenyszám neve is, a cutting, kiszakít a nagy csordából, és ennek a kis csordának a létszáma folyamatosan csökken, egészen addig, míg végül egyetlen borjú marad a páston, amelyet a lovas lova innentől kezdve önállóan őriz, azaz nem engedi vissza a csordához, holott elvileg minden egyes borjúban működik a csorda ösztön, tehát ő szeretne visszamenni a többiekhez. Nos, ebben akadályozza meg teljesen önállóan, rendkívül gyors mozgás sorozatokkal a ló. Amit most látunk az, hogy fölemelte a szárat a versenyző, és ilyenkor egy új borjú kiválasztása történik, amikor majd leengedi a szárat a ló marjára, ez jelzés is egyúttal a lónak, hogy íme ez az a borjú, amit őrizned kell. Most egy ilyen sötét, hármas számú kis borjúról van szó, tudja már a ló, szépen mozog, gyors irányváltás jobbra-balra, fék, tehát csúszás a hátsó lábakon. Hallottunk egy jelzést, ez a kettő közül az első. Ez egy támpont a versenyzőnek arra nézve, hogy még mennyi idővel gazdálkodhat, miközben az eddig látottakat tapssal jutalmazza a közönség valóban. Szépen dolgozott a ló, akinek mondjuk el még egyszer a nevét, First Smart Pep. Talán még egy borjúra marad elegendő idő, és látjuk, hogy ez is egy kis sötét, ezúttal a négyes számú. Meghallottuk a második jelzést is, és mintha erre a jelzésre megállt volna a lovunk is, meg a borjunk is, vége a gyakorlatnak. Milán Klimcsiket láttuk, és majd a bírók már is közlik a pontszámot. 68 pontot kapott erre a gyakorlatra az imént látott Milán Klimcsik. Következik egy magyar versenyző, a hetes startszámú Nádor József. És elkezdődik a gyakorlat, start! A versenyző oda lovagol a csordához. Megtörtént egy nagyobb létszám leválasztása, és innen a létszám apasztása történik majd, ebben a segítők is közreműködnek. És végül maradt az egyes számú kis fekete borjú, már is a ló marján a szár. Innentől a lónak önállóan kell megoldania a feladatát, a borjú távoltartását a csordától. Másikat választ a versenyző.
Érdekes módon ugye ebben a versenyszámban az a jó, ha minél agilisabb, minél dinamikusabb mozgást végez a borjú. Mert annál dinamikusabb mozgásra készteti a lovat, és végül is a ló dinamikus mozgását, eredményes távoltartását pontozzák a bírók. Igen, nagyon szép irányváltásokat látunk. Ó, megemelte a szárat a versenyző, és egyúttal az első sípszót is meghallottuk. Talán még egy borjúra lesz elegendő idő. Meg is van, ez lenne a kis hetes számú. És most van vége felem, és emelte a szárat a versenyző. Tehát hetes tartszámmal Nádor József gyakorlatát láttuk, amelyet Easy Bandit Dan nyergében mutatott be. Szerepelő Banovics Fanni, a lovác Marte Boni Órivának hívják. Fanninak elég nagy versenyrutinja van, komoly nemzetközi versenyeken is versenyzett és képviselte a hazánkat. A Közép-Európa kupán is nagy sikerrel versenyzett. Igazából ugye ez a szám ez arról szól, hogy a bármilyen korú saját tulajdonban lévő lovat amatőr lovasok két kézzel csikózablával lovagolhatják. Ugye ezeknek a lovaknak a nagy része 6 évesnél idősebb, és a réning szabályok szerint egy kéz feszítő zablával kell őket lovagolni, tehát ez egy nagyon jó edzési lehetőség ez a szám, vagy korrigálási lehetőség olyan lovaknak, akikkel kisebb problémák merültek fel az eddigi versenyzés, az előző számok során. Úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség lónak, lovasnak puhábban egy kicsit megoldani azokat a problémákat, kis koncentrációvesztéseket, amik itt előállhatnak ennél a feladat sor bemutatásánál. Ugye, ez az egész reining sport, ez a marhás munkának a sport változata, ez az egyetlen western sportág, amit a FEI, a Nemzetközi Lovas Szövetség a lovas sportjai közé felvett, és ezért a lovas világjátékokon is van ugye reining sport. Ebben a sportban 7 vagy 8 manőver van, amit a pontozóbírók pontoznak. Egy 70 pontos alappontszámról indul a versenyző, és plusz, illetve mínusz pontokat lehet kapni az egyes manőverek kivitelezéséért, azon kívül büntető pontokat a hibákért, vagy a túlerős korrekciókért. Ugye itt két nagy kört és egy kis kört látunk, a nagy köröket gyorsabban kell lovagolni, a kis kört lassabban. Ez mutat egy kontrollt a ló felett. Itt volt egy várakozási idő, és utána 4 hátsó láb körüli fordulatot kell bemutatni. Pontosan megállítva a negyediknél, ugye, a pályarajz szerint a bírókkal szemben a lovat. A másik oldalra, ugye a pályarajz szerint szintén 2 gyorsabb nagykör és egy lassabb kiskör bemutatása következik. Ugye itt eltérő lehet az iron, tehát nem az számít, hogy ki milyen gyorsan, illetve ki milyen lassan mutatja be ezeket a köröket, hanem az, hogy a kettő között látszódjon egy kontroll, tehát hogy a nagy és gyors az van benne nagyobb és gyorsabb, a kicsi és lassú az pedig kisebb és lassabb legyen. Ugye ez lovas belátásától függ, azt látja, hogy a ló éppen milyen mentális vagy fizikai kondícióban van, mennyi az, amit kérni lehet tőle. Sokszor, hogyha edzésnek fogják fel a versenyt, vagy ezt az adott számot a lovasok, akkor ennek megfelelően itt ez inkább a korrekcióra törekednek és a pontosságra. Ismét egy megállítás és egy várakozás következik, majd a spinek, ezek a hátsó láb körüli fordulatok, jobb kézre, szintén 4 darab. Itt most egy 8-as figura a következő elem, amit be kell mutatni. Magyarul 2 nagy kört fog váltani, egyet bal kézre, egyet pedig majd utána jobb kézre, és a meccés pontján a köröknek ugrást fog váltani. Egy lebegő ugrásváltást fog végrehajtani a lovas. Megérkezett bal kézre, egy szép ugrásváltás volt, és megy jobb kézre. Ezután
ugye nem kell befejezni ezt a kört, hanem egy úgynevezett randán és egy stoppot fog bemutatni. A randán az egy ráfutást jelent, egy iramfokozás lesz, aminek a végén egy teljes megállítás van vágtából, ez egy csúszó megállítás lesz, így. Gyönyörűen végrehajtott feladat, és utána egy ellenkező irányba egy vágtába elindulás, ez pedig a rollback nevű manőver. Most a pálya másik oldalán ugyanezt a feladatot láthatjuk, ebből egymás után most kettőt mutat be. Tehát egy kontrollati vágtából egy ráfutás, egy csúszó megállás, majd az ellenkező irányba egy vágta beugratás következik. Ez a random sliding stop, illetve a rollback. Ami itt ebben a versenyben, ez egy manővernek számít. Tehát egy manőverként pontozzák a bírók. Az utolsó manőver a gyakorlatban ez a ugyanígy egy random, egy stop és egy hátralépés lesz. Ahol bemutatja, hogy milyen kontroll van a ló fölött, egy vágtából megállítás és egy gyönyörű hátralépés, amit nagyon szépen hajtott végre a lovas. Ilyenkor a versenyző a bírókhoz jön, és bemutatja a lónak a felszerelését, tehát bemutatja, hogy a megfelelő zablát használja. Ugye láthatjuk, hogy az egész felszerelés a tradicionális western lovaglásnak megfelelő. Tehát egy gyönyörű szép westernnyerekben lovagol, egy gyönyörű szép showingben. Ez az egész adja az amerikai kézműves lovasfelszerelés gyártó tradíciónak a továbbvitelét. I can't keep you off my mind till you come around in your own. Ennyi fért mai magazinunkba, de a veszternesekkel még találkozunk az idei évben. Addig is sportos nyarat kívánok minden kedves nézőnknek, viszontlátásra!